Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Vonzó a fürdőváros. Új országból érkeznek vendégek Gyula legnagyobb szálláshelyére. Látóutak a kastélyban. Közművelődési szakemberek beszéltek a jó gyakorlatokról. Folyamatos az öntözés. A legnagyobb hőségben is ápoltak a gyulai közterületek. Románia és Szerbia mellett újdonságként Csehországból érkeznek vendégek Gyula legnagyobb szálláshelyére. Boros Zoltán igazgató kiemelte, a fürdőváros szerencsés helyzetben van, hiszen augusztust követően még nincs vége a szezonnak. Ez a nap híre. Szerencsére dübörög a szezon, gyakorlatilag az elkövetkezendő hetekben nincsen szabad szobánk. Teltházzal működik Gyula legnagyobb szálláshelye. Az erősnek számító július után ez a tendencia augusztusban is érvényes. Boros Zoltán igazgató kiemelte, a fürdőváros szerencsés helyzetben van, hiszen ezt követően még nincs vége a szezonnak. Szeptember első felében is sok vendégre, elsősorban hosszabb utazásokra számítanak. Jellemzően belföldről érkeznek vendégek Gyula legnagyobb szálláshelyére. Ők teszik ki az ideérkezők 85%-át. Elsősorban kisgyermekes családok érkeznek, klasszikus nyári pihenésre. Ebből következik az is, hogy a tipikus tartózkodásoknál egy kicsit ezek a nyaralások, ezek az utazások hosszabbak, tehát nem 2 éjszakáról beszélünk itt, hanem 3-4 éjszakákra, de nem ritka az egy hetes tartózkodás sem. Illetve még egy örömteli és új trendről hadd számoljak be, egyre több és több olyan foglalással találkozunk, ahol 3 generáció érkezik hozzánk egyszerre. Ez egy új megfigyelt szokása a belföldi utazóknak, hogy a nagyszülők is csatlakoznak a kisgyermekes családokhoz. Én ezt a nagyon pozitív újdonságnak értékelem, hiszen így mindenki egy kicsit talán az extra szolgáltatásokból is igénybe tud venni, mindenki egy kicsit talán tud kettesben is pihenni a saját párjával, illetve az egész család a teljes 3 generáció minőségét tud együtt tölteni nálunk. Boros Zoltán kiemelte, a külföldi vendégek többsége Romániából érkezik hozzájuk. Sokan jönnek Székelyföldről, valamint Bukarestből. Románia mellett Szerbia tartozik a fontosabb küldő országok közé. Itt is be tudok egy újdonságról számolni. Összefogva Magyarországot és ezen belül Gyulát felfedezni látszik a cseh piac. Nagyon sok cseh vendéget köszönhettünk már koranyáron, késő tavasszal is. Ők elsősorban az éghajlat miatt és a fürdési lehetőség miatt választanak minket. Nekik nagyon fontos, hogy a saját országuktól eltérően meleg, napos idő legyen. Ezért nagyon népszerű náluk Magyarország, és ezen belül is a Délalföld Gyula régió. Az igazgató hangsúlyozta, kedvező szimbiózis az, hogy együtt él a szálloda a várfürdővel. Gyula legnagyobb szálláshelye az egyetlen, ahol egy közvetlen folyósóval elérhető a létesítmény. Boros Zoltán kiemelte, a szállodalánc gyulai létesítménye hazai viszonylatban az elsők között szerepel bevételt és vendégforgalmat tekintve. Ehhez hozzájárul az is, hogy az elmúlt fél évtized alatt egy modern, dinamikus, fiatalok által kedvelt desztinációvá vált Gyula. Ehhez kapcsolódott a szálláshely is. A nemrég felújított Munkácsi-szárny átadását követően kiemelten keresik a vendégek ezeket az új típusú szobákat. Úgy alakították ki ezeket, hogy az új generációs vendégek igényeire adjanak választ. Boros Zoltán hangsúlyozta, nem csak nagy volumenű, hanem rendkívül hasznos volt a felújítás, amely a vártnál hamarabb látszik megtérülni. Az igazgató kiemelte, jelenleg a legnépszerűbb foglalási periódusnak a szeptember és az október mondható. A szobák közel felét már értékesítették a karácsonyi, ünnepi időszakra is. A két időszak között is erős vendégforgalomra számítanak a Békéscsabai Kolbász Fesztivál idejére, valamint az őszi szünetre is. Csütörtökön Látóút Gyulán elnevezésű szakmai tapasztalat cserére várták az ország közművelődési szakembereit, hogy megismerhessék a fürdővárosban működő jó gyakorlatokat. Az Almásy-kastély Stefánia szárnyában műhelyi beszélgetésekkel induló programot szakmai előadások követték, majd Gyula nevezetességeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ az országban az első között nyerte el 2021-ben a Magyar Közösségi Építők Értékszövetsége Egyesület alapította Látópont címet. Csütörtökön az Almásy-kastély Stefánia szárnyában kezdődő program gyakorlati megvalósítására várták az ország közművelődési szakembereit. Borsodban erős a kastélykultúra és számos turisztikai központ is található a térségben, fogalmazott Bódisné Búsi Éva, a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatója. Elsődlegesen azért érkeztek Gyulára, hogy a gyakorlatban is megismerjék az itt folyó szakmai munkát. A történelmi múltja Gyulának és a helyi értékek, a helyi értéktárnak, a hungarikumnak az értékei és a tárgyai, amik úgy gondolom, hogy közös Borsod-Abaúj-Zemplén megyével, hiszen nálunk is rengeteg érték és hungarikum található a megyében. A hagyomány, a kultúra, a történelmiség és a jelen modernitásának találkozása vonzotta Gyulára a Veszprém vármegyei Devecserről érkező szakembereket. Az országos látópont hálózat az, ami minket elsősorban vonzott, és igazából nekünk ebben a látópont hálózatban Gyula egy állomás. Szeretnénk majd így az elkövetkező években minél több látópontra elmenni, mert azt gondolom, hogy mindenkitől és mindenhol van mit tanulni, és utána hazavinni és adaptálni a saját környezetünkre. Az idén 3 alkalommal szerveznek szakmai találkozót a Gyulai Látóút elnevezésű programban, fogalmazott Repiszki Dániel ügyvezető. Ezekre elsősorban szakembereket várnak, de közművelődési területen tanuló diákok vagy települési közösségek is csatlakozhatnak. Az ügyvezető kiemelte, a Látóút programjában 2 területtel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Elsőként az alkotó közösségekkel történő együttműködés és kapcsolattartást, illetve a művelődési központ és a város turisztikai összekapcsolódása került a középpontba. Első körben egy elméleti előadást hallhatnak, megpróbálunk egy kicsit a módszertanunkról is beszélni, mondhatom így lecsupaszítani a programot az általánosságra, majd ezt példákkal bemutatjuk, tehát az a célunk és az a célja ennek a programnak, hogy az ideérkező szakemberek megtalálják azt a pontot, amit mondjuk ők is a saját településükre át tudnak vinni, alkalmazni tudnak. Tehát mondhatjuk egy tudásmegosztás, egy közös gondolkodás lesz, hiszen az elméleti előadás mellett azért igyekszünk interaktívan beszélni velük, illetve körbejárjuk majd a települést is, ahol bemutatjuk ezeket a helyszíneket, ahol megvalósítjuk a programjainkat. 2 szempontból is öröm és büszkeség a Látóút programja, fogalmazott Kónya István alpolgármester. Egyfelől az ide látogató szakemberek megismerhetik a gyulai nevezetességeket, másfelől pedig a tanulási folyamat kölcsönös is. Számunkra is fontos, hogy más települések kiváló szakembereitől tanuljunk, hiszen az a fajta innováció, amely egy-egy ilyen beszélgetés során felszínre jön, abból mi is tudunk tanulni. És hogyha tudunk tanulni, és tudjuk gyulaivá tenni a dolgokat, akkor valami újdonságot, valami újat, valami frisset tudunk adni, nem csak a gyulai polgároknak, hanem a hozzánk látogatók számára is. A gyulai közművelődési szakmai program a kölcsönös tapasztalatcserére, egymás ötleteinek megismerésére és új megoldási lehetőségek keresésére épít, a gyakorlatban bemutatva a szakma csinyát-bínyát. A nyári olykor extrém hőség sem viselte meg igazán Gyula közterületeken található növényállományát. A Közüzemi Kft. Munkatársai e területen innovatívnak mondható megoldásokkal, adott esetben pedig 2 műszakos munkával igyekeztek rendben tartani a zöld felületeket. Fokozottan kellett odafigyelni a növények gondozására. Nagy figyelmet igényel a Gyulai Közüzemi Kft. Munkatársaitól a közterületi növények ápolása, gondozása, hiszen a nyári hőségben egy kis hiba is végzetes lehet, már ami a virágok, cserjék, fák túlélési lehetőségeit illeti. Bányai György városüzemeltetési osztályvezető elmondta, ha kellett, és a néha 40 fokot közelítő hőségben ez előfordult, akkor 2 műszakban öntözték a növényeket úgy, hogy hajnal 4-kor az első csapat már úton volt. Mindezek mellett olyan innovatívnak nevezhető módszereket is bevetnek, melyek segítik nem csak a munkájukat, hanem a növények fejlődését is. Nagyon bejöttek az öntözőzsákok a frissen telepített facsemetéknél, mert el tudjuk mondani azt, hogy 100%-os az eredés, tehát nincs pusztulás, és ez jó részt annak köszönhető, hogy folyamatosan kapják a víz utánpótlást ezek a növények, tehát a nyári nagy melegben ők is azért könnyebben vették az akadályokat. A parkai, tehát a közterületi parkokat, ahol öntözőrendszer van, azt is fokozottan öntöztük. A közterületek megfelelő állapota ellenére látszik, hogy száraz idő volt. A jövőben várhatóan hasonló trend érvényesül, ezért a Gyulai Közüzemi Kft-nél is folyik a gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy lehet majd jól kezelni ezt a helyzetet, a nagyon száraz, forró nyarakat. Szeretnénk az egynyári virágfelületeknél is megoldani valamilyen szinten a csepegtető öntözést minden virágfelületen. Aztán, hogy ezt műszakilag hogy tudjuk megoldani, valószínű, hogy a lajtos kocsi alkalmazását azt nem tudjuk kiküszöbölni, mert a csepegtető öntözés is akkor működik, hogyha vízzel el tudjuk látni, és azt, hogy ivóvízről öntözzük ezeket a virágfelületeket, azért az nem szerencsés, és az meg, hogy minden második, harmadik virágfelület mellé fúrjunk egy kutat, az meg költséges. És elképzelhető, hogy akkor az lesz, hogy kialakítjuk ezt a csepegtető öntözési rendszert, és lajtos kocsival rácsatlakozunk, és szivattyúval megnyomjuk. A jövő hétre ugyan újabb hőhullámot jelez előre a meteorológia, de a Közüzemi Kft-nél biztosak benne, hogy ez már nem okoz jelentős problémát számukra. Lakások épülnek a Kossuth utca romos gyárépületének helyén. Rövid hírek következnek. Megújul a Kossuth utca immár egyetlen lepusztult ingatlana, a volt kötőipari vállalat épülete. Bozó András vásárolta meg az ingatlant, aki magas minőségű lakásokat fog kialakítani benne. A belvárosi épület 3 évtizede nem tölt be semmi funkciót. A tulajdonos kiemelte, az évek során sokakat érdekelt a felújítás, építészként sokan keresték meg azzal, hogy adjon tanácsot a hasznosításával kapcsolatban. A rendszerváltás óta 2 szegedi tulajdonosa volt az épületnek. Legalább egy tucatszor adott tanácsot addig, amíg úgy döntött, hogy megvásárolja az ingatlant. Bozó András kiemelte, a felújítás során az első és legfontosabb feladat a megfontolt tervezés. Mérnökként próbálja a terveket a legprecízebben végrehajtani. A tulajdonos hangsúlyozta, amikor a vásárlás szándéka felmerült benne, majd megvette az ingatlant, akkor a gazdasági környezet mást mutatott. A jelenlegi helyzet lassítja a folyamatokat, de nem térített el a szándékától. Sok más hely mellett az épület legmagasabb pontján is különböző üzeneteket és neveket lehet olvasni. A kötőipari vállalat megszűnését követően az elmúlt 30 év alatt többnyire fiatalok törtek-zúztak az épületben. A projekt egyik jelentős eleme lesz a Kossuth Lajos utca és az élővízcsatorna partjának összekötése. Bozó András kiemelte, szinte egészen biztosan tisztán lakásfunkciót szeretne adni az épületnek. A helyszín adottsága adja, hogy magas kategóriájú, nagyméretű lakásokat alakítanak ki. 20-25 darab, 100-150 négyzetméter körüli nagyságú lakásokat építetne. Célja, hogy olyan érzése legyen a leendő lakónak, mintha egy toszkán villába lépne be. A Békés vármegyei önkormányzat 2016-ban hívta életre a Vármegye napot, amely az évek során a Dél-Alföld legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki magán, fogalmazott Zalai Mihály elnök a szerda délelőtti sajtótájékoztatón. A megye nap, majd később a Vármegye nap szervezésének ötlete 2015-ben fogalmazódott meg, amikor a Vármegye újra szervezésének 300. évfordulóját ünnepelték. Zalai Mihály kiemelte, a hagyományokat követve ezúttal is szeptember első szombatján a tavalyihoz képest nagyobb területen rendezik a programot. A vármegyei értékek bemutatását az idén is a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálja, mondta Csibor Márton. A vármegyei igazgató kiemelte, tavaly a gasztronómiai értékek kerültek a középpontba, az idén kiemelt kategóriaként a Vármegyei Értéktárban szereplő 7 épített örökséget rendhagyó, interaktív módon mutatják be. Magyarország július 1-től átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, mondta Csibor Márton. Ehhez kapcsolódóan a Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban kulturális programsorozatot. Csibor Márton kiemelte, a két kerek történelmi évforduló országszerte megjelenik különböző kulturális programokban, Békésben a Vármegye napon. A szeptember 7-i Vármegye napon a nemzeti kulturális értékek, azon belül a gasztronómia is megjelenik, több mint 100 kézműves termelő mutatja be a portékáját, katonai hagyományőrzők parádéja és családbarát rendezvényként népi játszóház és kézműves foglalkozás is várja az érdeklődőket. 2025-ben ismét immáron 4. alkalommal adhat otthon Gyula a történelmi íjászvilágbajnokságnak. A két évente megrendezendő eseménynek idén Malajzia lett volna a központja, melyet a kérésükre módosítottak 2025-re, majd a malájok visszaléptek a szervezéstől. Így az elmúlt 3 világbajnokság tapasztalt szervezője a fürdővárosi Kerecsényi László Íjász Egyesület lett. Az újdonságok közé tartoznak az új helyszínek. A versenyszabályok keretein belül a pálya kialakításában is próbálnak érdekességekkel készülni a szervezők. A fő versenyszámok a tervek szerint a várkertben kapják a legnagyobb fókuszt. Ehhez az eddiginél is nagyobb biztonságtechnikai előkészületet kell tenni. Aktív időszakkal a háta mögött 7 hónap alatt rangos megmérettetéseken vett részt a Gyulai Íjász Egyesület több tagja. Januárban teremi íjász bajnokságon vettek részt, ahol a rendezés mellett több bajnoki címet és dobogós helyezést értek el. A tavasz a felkészülésről és a kisebb megmérettetésekről szólt. A legnagyobb külföldi verseny számukra Isztambulban volt. Az egyesület tagjai legközelebb Komáromban, a monostori erődben vesznek részt a szabadtéri, valamint távcéllövő országos bajnokságon. Az egyesével letisztított lámpabúrák kerülnek vissza az emeleti olvasóteremben található harmadik csillárra ezeken a szerdai felvételeken. Ez a munkafolyamat is érzékelteti, hogy miért zár be a bibliotéka közel egy hónapra, bár könyvet kölcsönözni ebben az időszakban is lehet, az írásban elküldött kéréseket ugyanis teljesítik, a köteteket pedig a délutáni órákban át lehet venni. A sokszor sziszifuszinak tűnő munka ezekben a napokban is gőzerővel zajlik, a közel 100 000-es könyvállomány és a polcok rendbetétele mellett a szőnyegeket és a nagyméretű függönyöket is kitisztítják. Az emeleten már látszik a fény az alagút végén, itt nem sokára véget ér a munka. Dézsi János az ősszel kapcsolatban elmondta, szervezik a programok jelentős részét, így már most kijelenthető, hogy sok rendezvényt tartanak a szeptembertől kezdődő időszakban. A könyvtárban ebben az időszakban is zajlik annak a minőségirányítási folyamatnak a menedzselése, mely révén 2020 után a jövőben újra elnyerhetik a minősített könyvtár címet. Ferenc pápával is találkoztak a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből érkező minisztránsok. Lapszemle következik. Ferenc pápával is találkoztak a minisztránsok Rómában. Csaknem 40 fiatal minisztráns vett részt a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből Rómában a minisztránsok nemzetközi zarándoklatán. A szegedcsanád.hu azt írta, a csapat ellátogatott Róma legjelentősebb történelmi nevezetességeihez, mint a Colosseum, a Forum Romanum, valamint a Szent Péter, a Santa Maria Maggiore, a Lateráni Keresztelő Szent János és a Szent Pál Bazilika. Adományból szépül a gyermekorvosi rendelő. A Wonderland Festival drift taxi bevételét a rendelőintézet gyermekorvosi várójának korszerűsítésére ajánlották fel, írt a közösségi oldalán Kálmán Tibor, békési polgármester. A több mint 600 000 forint értékű adomány a gyermekorvosokkal egyeztetve egy békési cég közreműködésével készült el. Költenek a fekete gólyák. A gyantéi díszerdőben idén is sikeresen költött egy fekete gólyapár, írta a Körös Maros Nemzeti Park weboldala. A fekete gólya az idősebb erdők egyik ritka fészkelője. Újabb segítség a menhelynek. Évek óta sikeresen üzemelteti az önkormányzat a gyepmesteri feladatokat is ellátó telephelyet, közölte a Békési Újság. az evek ellátása óriási kihívás. Az Esély Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület tagjai gyakran társadalmi munkában állnak helyt. Pénteken csapadék is előfordulhat, szombaton már inkább a feltámadó szél enyhíti a hőséget. A jövő héten is sok napsütésre számíthatunk. Pénteken még több napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Éjszaka 19 fokot, a kora délutáni órákban 33 fokot mérhetünk. Szombaton élénkebb szél mellett folytatódik a forróság. A hőmérséklet 17 és 34 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Vonzó a fürdőváros. Új országból érkeznek vendégek Gyula legnagyobb szálláshelyére. Látóutak a kastélyban. Közművelődési szakemberek beszéltek a jó gyakorlatokról. Folyamatos az öntözés. A legnagyobb hőségben is ápoltak a gyulai közterületek. A Gyula TV híradóját látták, most a népi mesterségek következik, Szakács Alíz bőrművessel. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!